Köszöntöm a Díszudvar magazin júniusi adásának nézőit. Új vezetők az egyetem élén, jön a júdéj. Történetének legeredményesebb évét zárta a Debreceni Egyetem atlétikai klubja a 2016-2017-es bajnoki szezonban. Mai műsorunkból megtudhatják, mely csapatok jutottak az élvonalba. Szólunk arról továbbá, hogy milyen világcégekkel működik együtt a jövőben az intézmény, és megmutatjuk, milyen különleges módon emlékeztek meg a gyakorló iskolák diákjai a Nemzeti Összetartozás napjáról. Tartsanak velünk! Másfél hét alatt két világcéggel kezdte meg az együttműködést a Debreceni Egyetem. A digitális medicina, a mesterséges intelligencia, a virtuális valóság és a sportorvoslás területeit érintő közös kutatásokról kötött stratégiai megállapodást az intézmény és a General Electric magyar leányvállalata. A Rosszatommal egy héttel korábban a moszkvai Atomexpon kötöttek szerződést az egyetem és a cég vezetői. A Díszudvar magazin márciusi adásában számoltunk be arról, hogy megalakult a Debreceni Egyetem műszaki és informatikai képzéseinek fejlesztését támogató kabinet. A testület legfontosabb célja, hogy az egyetem képes legyen reagálni a műszaki és informatikai területen jelentkező munkaerőpiaci igényekre. A kabinet legutóbbi ülését június 29-én tartotta, amely rendhagyó eseménnyel indult. A Debreceni Egyetem és a General Electric képviselői ugyanis egy közös kutatás és képzésfejlesztésről szóló szándéknyilatkozatot írtak alá. Odáig jutottunk a műszaki informatikai képzés stratégia alkotását illetően, hogy ez egyedül nem fogjuk tudni megcsinálni. Támaszkodnunk kell azokra a vállalatokra, akik konkrétan a műszaki informatikai terület piaci szereplői, a vállalatokra, akik a megfelelő gyakorlati tapasztalattal, tudományos minősítéssel, nemzetközi tapasztalattal rendelkező olyan mérnök garnitúrával rendelkeznek, akik hatékonyan tudják segíteni a mi képzéseinket is. A 125 éves múltra építő General Electric 1989 óta működik Magyarországon, jelenleg a legnagyobb amerikai befektető és munkáltató hazánkban. A világ vezető digitális vállalata szoftver alapú gépek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. A GE-vel aláírt dokumentum összhangban van a Debreceni Egyetem egészségipari törekvéseivel, valamint az intézmény műszaki informatikai képzéseinek megújítására vonatkozó stratégiával is. Az egyesség közös képzésfejlesztésről, valamint a digitális medicina, a mesterséges intelligencia, a virtuális valóság és a sportorvoslás területeit érintő közös kutatásokról szól. Az egyetem és a vállalat együttműködése kulcsfontosságú a felsőoktatási intézmény életében. Olyan piacra kívánunk szakembereket képezni, akikkel szemben a nemzetközi piac támasz követelményeket, nem kis manufaktúrák, nem helyi tényezők, hanem a világpiacon sikerrel teljesíteni képes szakembereket kell képeznünk, és ehhez egy olyan vállalatnak kaptuk meg a segítségét, aki évek óta a világpiacon sikerrel teljesít. Az idei nyár különösen sikeres a Debreceni Egyetem számára, hiszen az intézmény két héten belül két világcéggel indított stratégiai együttműködést. Moszkvában aláírt rosszatomos megállapodás után a másik, amit ezen a héten a GE-vel alá tudtunk írni, hatalmas mérföldkőnek tűnik a Debreceni Egyetem életében, és ráadásul ezek a vállalatok még nem is idegenek egymás számára, hiszen Atomenergomas néven közös céget is birtokolnak, úgyhogy azt gondolom, hogy itt egy elég komoly együttműködési hálózat alakulhat ki. A Debreceni Egyetem jelentős partnere lehet a General Electricnek azokban a célokban, amelyek a világ iparfejlesztését a jövőben meghatározzák. A jövőt három nagy terület fogja befolyásolni, három fontos terület, ez az oktatás, az egészségügy és az energetika. Azok, akik ezekben a területekben megállják a helyüket, és világpiacvezetők lesznek, és a legjobbak lesznek, azok lesznek a jövőben sikeresek. Az együttműködés egyik legfontosabb feladata az, hogy az egyetemről olyan fiatalok kerüljenek ki a munkaerőpiacra, akik képesek megfelelni a legújabb mérnöki kihívásoknak, és vállalkozni is mernek a jövőben.
A világ legnagyobb gyógyszerfejlesztési vizsgálatait koordináló vállalat a Quintiles IMS kiemelt partnere lett a Debreceni Egyetem. A felsőoktatási intézmény az elismeréssel bekerült a világ 25 legjobb vizsgálóhelye közé. A Debreceni Egyetem egyik laboratóriumában járunk, ahol éppen klinikai vizsgálatokat végeznek. Az intézményben több mint 25 éve folynak ilyen jellegű kutatások, amelyek a gyógyszerek fejlesztésének kulcsállomásai. Az egyetemen 4 évvel ezelőtt az országban elsőként Szilvási Zoltán rektor javaslatára jött létre a Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ. Az elmúlt években ennek köszönhetően megduplázódott az elvégzett vizsgálatok száma, az ebből származó árbevétel pedig megháromszorozódott, ma már eléri az intézmény bevételének 1%-át. Az egyetem klinikai központjában évente 150 új klinikai vizsgálat indul, jelenleg 400 van folyamatban. Azért nagyszerű a Debreceni Egyetem, mert tulajdonképpen a klinikai betegellátás teljes spektrumát képes lefedni, így részben szív- és érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, de természetesen daganatos megbetegedések, vérképzőszervi megbetegedések mellett szemészeti, tüdőgyógyászati, reumatológiai betegségekben is vannak lehetőségeink. A Debreceni Egyetemen végzett klinikai farmakológiai vizsgálatok most mérföldkőhöz érkeztek, hiszen az intézmény elnyerte a világ legnagyobb gyógyszerfejlesztési vizsgálatait koordináló vállalat, a Quintiles IMS Prime Site, azaz kiemelt kutatóhely pozícióját. A világ körülbelül 250 ezer vizsgálóhelyéből a legjobb 25-ben van a Debreceni Egyetem. Európában 11 ilyen vizsgálóhely van, akikkel a Quintiles a jövőre nézve mélyebb értelmű együttműködést tervez. Ez pedig azt is jelenti, hogy nem csak egy egyszerű klinikai vizsgálóhely leszünk a jövőben a világ legnagyobb vizsgálóhely szervező cége számára, hanem egyfajta egy ilyen regionális központ is, ahol a környékbeli, a Kelet-Kárpát-medencei vagy azon túli vizsgálóhelyeket a Quintiles segítségével megpróbáljuk hatékonyabb, egységes rendszerben működtetni. Ez a státusz új szintre emeli az amerikai vállalat és az egyetem 25 éve tartó együttműködését. A Debreceni Egyetemtől azt várjuk el, hogy az eddigi munkájukat folytassák, hiszen amit eddig elvégeztek, tekintettel a vizsgálatok minőségére vagy a betegek bevonására a vizsgálatokba, az egy nagyszerű minőséget képviselt, aminek nyilván egyfajta elismerése a kiemelt vizsgálóhelyi státusz. Ezt követően pedig az várható, hogy sokkal inkább összehangoltabban fogunk dolgozni, közös célokat határozunk meg, és ezeknek az elérése érdekében együttműködünk. Tehát a kapcsolatunk ilyen módon magasabb szintre való emelése azt is jelenti, hogy a közös munka sokkal szorosabb formát ölt. A cég tapasztalatai szerint az elsődleges vizsgálóhelyeken mintegy 30-50%-kal több új vizsgálatot végeznek, és hasonló arányban nő a vizsgálatokba bevont betegek száma is. Az egyetemen jelenleg több mint 100 szakorvos vesz részt klinikai vizsgálatokban, akik közül 16-an a legmagasabb úgynevezett klinikai farmakológiai szakképesítéssel is rendelkeznek. A vállalat és az egyetem közös célja, hogy további vizsgálatvezetőket képezzenek, akik a helyes klinikai gyakorlatoknak megfelelően tudnak majd farmakológiai vizsgálatokat végezni a jövőben. Árvíz, önvezető járművek, városmodellezés. Látszólag távol állnak egymástól, de egy valami mégis összeköti őket, a térinformatika. A komplex tudományág aktuális kutatási témáit, kihívásait és legújabb vívmányait is megismerhették a szakemberek a Debreceni Egyetem 8. szakkiállítással egybekötött térinformatikai konferenciáján. Az ASZAI kialakulásának vizsgálatától kezdve a városfejlesztésen át a navigációig számos területen találhattak innovatív megoldásokat szakemberek a 8. térinformatikai konferencián és szakkiállításon. A földrajzot, a geológiát, az informatikát és a matematikát is magában foglaló komplex tudománnyal az Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara évek óta foglalkozik. Én úgy gondolom, hogy amikor valaki meghallja azt, hogy térinformatika, akkor valami misztikus dologra gondol. Nem, ahogy a neve is mutatja, ez egy kevert tudomány, egészen pontosan ugye az informatikából, illetve a földrajztudományokból áll össze, és így tud újat produkálni a természettudományok között. Én úgy gondolom, hogy a Debrecen Egyetem ebben élen jár az országban is, de a nemzetközi kapcsolata is a megfelelő tanszékeknek kialakult már, és különböző nemzetközi pályázatokban is részt vesznek, például most jelenleg egy szlovén pályázat fut.
A rendezvényen két nap alatt 13, köztük két angol nyelvű szekcióban több mint 80 előadást hallhattak a résztvevők. A témának a népszerűségét az mutatja, hogy kezdetben, 2010-ben 110 résztvevővel kezdtünk, most 180 résztvevő, regisztrált résztvevőnk van, és azért mondom ezt, mert az konferenciára érkezők összetétele is nagy mértékben változott. Kezdetben csak a tudományos oldalról jöttek a szakemberek, most viszont rengeteg cég és rengeteg olyan állami hivatal képviselteti magát, ami korábban nem. Az innovációs fejlesztések volumenét tekintve 2016-ban Debrecen volt a legsikeresebb hazai város, amiben meghatározó szerepe van az egyetemnek. A legígéretesebb ötleteket az állam is támogatja. A térinformatika az mindenhol jelen van, minden ágazatba beteszi a lábát, mindennek az alapja, ha tetszik, és ezért kiemelt fontosságú, hogy azokat a projekteket, amelyeknek az alapja a térinformatika, szintén a pályázati rendszerben befektetés célpontjaként kezeljük. A kiállításon a szakterület képviselői mutatták be legújabb eredményeiket, köztük az intézmény természetföldrajzi és geoinformatikai tanszéke is. Itt a természetföldrajzi tanszéken a pilóta nélküli légijárművekkel végzünk fotogrammetriai vizsgálatokat, amivel háromdimenziós modelleket hozunk létre, amin aztán később méréseket, abszolút koordinátákat, távolságot, területet lehet meghatározni. Mire tudjátok felhasználni ezeket az adatokat? Gyakorlati felhasználásuk például hulladéklerakó köbtartalmának megbecslése, illetve a folyó, számos folyónak a mederváltozását így lehet nyomon követni. A Debreceni Egyetem térinformatikus hallgatói több nemzetközi projektben is szerepet vállalnak, köztük a HIRMAPS az egyik legnagyobb térkép adatbázis fejlesztésében is. Új módszerekkel, köztük például az egyre népszerűbb McKenzie terápiával ismerkedtek meg gyakorló és leendő gyógytornászok a Népegészségügyi Kar fizioterápiás szakmai napján. A mozgásszervi és izmok okozta problémák kezelésére, valamint a fájdalom csökkentésére alkalmazható eljárásokat 250-en sajátíthatták el. Elméletben és gyakorlatban is bemutatták a legújabb kézzel végzett fogástechnikákat a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán a 8. fizioterápiás szakmai napon. Veres Balajti Ilona, a fizioterápiás tanszék vezetője kiemelte, hogy a modern eljárások száma folyamatosan nő, az új eredményeket felmutató módszereket pedig rövid idő alatt be is építik az oktatásba. A gyógytornászok munkájában nagyon sokat szerepel és sok része van ezeknek a manuális technikáknak, amiről ma is beszélünk, és természetesen az alapképzésben már számos terápiás módszert megismernek, kiindulva innen a különféle masszázs technikáktól, de lágyrész mobilizációs technikákat tanulnak, izolati mobilizációs tanulnak, viszont ezeknek már most egyre több válfaja kialakul a nemzetközi térben, és megpróbáljuk ezeket az új technikákat, és vagy legalábbis ezeknek a továbbfejlesztett változatát megtanítani a hallgatóknak. A szeminárium résztvevői megismerhették többek között a McKenzie terápiát, amit az orvosok egyre gyakrabban ajánlanak a porckorong sérvtől és hasonló tünetektől szenvedő pácienseknek. A speciális tornáztatási módszer lényegét és hatékonyságát a nemzetközi hírű holland instruktor Jan Coupier mutatta be. Aktív technikákat használunk mind a vizsgálatban, mind a kezelésben, illetve amíg a beteg képes magának menedzselni a problémát, addig nem avatkozik be manuálisan a terapeuta. Ez tulajdonképpen egy szövetség a beteg és a terapeuta között, a cél, hogy együtt oldják meg a problémát. Az eljárás különlegessége, hogy megfelelő instrukciókkal akár otthon is végezhető. A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a terápia személyre szabott, kizárólag fizioterapeuta vagy gyógytornász utasításai alapján ajánlott. A fajták és a hibridek álltak a Debreceni Egyetem idei búza és repce tanácskozásának középpontjában. A mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karon tartott elméleti fórumot követően a gazdák gyakorlati ismertetőt is kaptak az egyetem látóképi kísérleti telepén. Búzát hozzávetőleg 1 millió, repcét pedig 280 ezer hektáron termesztenek az országban. A két növény államilag elismert genotípusainak száma meghaladja a százat.
Újabb és újabb fajták kerülnek a piacra, ami megbízható, hiteles információk hiányában rendkívül megnehezíti a termelők döntését. Nem véletlen tehát, hogy idén is teltházzal zajlott a búza és a repce tanácskozása a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karán. Amikor elkezdtük, láttuk, hogy az egyetem a növénytermesztési tanszéknek nagyon sok olyan kutatási eredménye van, amelyeket közvetlenül lehet a gyakorlatban hasznosítani. De azt is láttuk, hogy ez a folyamat, tehát a gyakorlatban történő átadás nagyon lassan megy. Úgy gondoltuk, hogy a legélőbb, a legközvetlenebb, hogyha egy ilyen tanácskozást összehívunk. A professzor előadásában bemutatta, hogy a hibrid búza előállítása kutatási szinten már évtizedekkel ezelőtt megkezdődött, de a nemesítők álma csak az elmúlt évtizedben vált valósággá. A repce termesztésben a 2000-es évek elején jelentek meg a hibridek, kedvezőbb tulajdonságaik, nagyobb termőképességük miatt ma a vetés terület 85%-án ilyeneket termesztenek. A terméskilátások búzából idén is kedvezőek. Ezekről Lakatos Zoltán, a Hajtógabona ZRT elnök vezérigazgatója számolt be a gazdáknak. Úgy néz ki, hogy a vetések állapota megfelelő, tehát ilyen 5 tonnás körül termés várható, és van egy új tendencia is, ugye kiszámolva a hektáronkénti jövedelmezőséget, termelők megpróbálnak olyan típusú búzákat vetni, a francia típusú búzákat, amelyik nagyobb mennyiséget tudnak hozni egy hektárról, olyan 7-8 tonnákat, és így aztán a termelés mennyisége várható, hogy 4,5 millió, 4,8 millió tonna körüli mennyiség lesz Magyarországon. A tanácskozás résztvevői az elméleti fórumot követően az egyetem látóképi növénytermesztési kísérleti telepén a gyakorlatban is megismerhették a különböző fajtákat, hibrideket, illetve a termesztés technológiai eljárásokat. Június végén átvette rektori megbízatását Szilvási Zoltán, Áder János köztársasági elnöktől a Sándor Palotában tartott ünnepi eseményen. A Debreceni Egyetem régiói rektora további 5 évig vezeti az intézményt. Július 1-től a klinikai központ elnöki székében Berényi Ervin orvos professzor váltja Édes Istvánt, a Kenizi pedig egyetemi kórházként működik tovább Lampi Zsolt főigazgató vezetésével. Az elmúlt hónap további fontos hírei következnek röviden. Az egyetem szenátusának június 22-i ülésén több megbízó levelet is átadott Szilvesi Zoltán rektor és Bágy Zoltán kancellár. Július 1-től 4 helyettes segíti a rektor munkáját. Barta Elek oktatási, Pintér Ákos általános, Csánok László tudományos, valamint Tőzsér József egészségipari innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektor helyettesként. Dékeni megbízó levelet kapott Mátyus László, az általános orvostudományi kar, Keményfi Róbert a bölcsészettudományi kar, Kun Ferenc a természettudományi és technológiai kar új vezetője, és meghosszabbították dékeni megbízását Balázs Margitnak, a népegészségügyi kar, Dufek Mihálynak a zeneművészeti kar, valamint Hegedűs Csabának a fogorvostudományi kar élén. A tanárképzési központ főigazgatói feladatait Maticsák Sándor látja el. Átvette kinevezését továbbá Karácsony Gyöngyi, az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár főigazgatója, Pósánné Rácz Anna Mária, az Oktatási Igazgatóság igazgatója, és Jenei Attila, a Nemzeti Oktatási Koordináló Központ igazgatója is. Debreceni, miskolci és szegedi doktorandusz hallgatók 8 szekcióban csaknem 60 előadáson mutatták be legújabb kutatási eredményeiket júniusban a Debreceni Egyetem Marton Géza Állam és Jogtudományi Doktora Iskola 14. doktorandusz konferenciáján. A találkozót Trócsányi László igazságügyi miniszter nyitotta meg, aki szerint fontos a vidéki egyetemeken folyó jogi oktatás erősítése. Szikora Veronika, az Állam és Jogtudományi Kar dékánya hangsúlyozta, a speciális ösztöndíjak mellett Debrecenben számos kutatással is emelik a jogi képzés színvonalát. A hallgatók jogász ösztöndíjban részesülnek, ami azt jelenti, hogy bár nagyon kevés államilag finanszírozott helyünk van, mégis kapnak ösztöndíjat, és ez nem 10-20, hanem 50-100 hallgatót érint évente, hogy segítsék a tanulmányaikat. Emellett ugye a jogász oktatás színvonalát emelése a fő cél, az oktatóinknak kutatási támogatásokat adnak, jelenleg 12 futópályázatunk van, amelynek most a napokban fog megjelenni az egyik tanulmánykötete.
Három kontinens 17 országának mintegy 70 szakembere vett részt azon a háromnapos konferencián, amelyet a Zola munkásságát kutató szervezet, az AISEN és a Debreceni Egyetem kommunikáció és médiatudományi tanszéke, valamint a francia tanszéke rendezett közösen. A rendezvény fókuszában Émile Zola életműve és az általa kialakított stílus a naturalizmus nemzetközi hatásai álltak. A rangos nemzetközi esemény díszvendége a francia író dédunokája Brigitte Émile Zola volt, aki előadásában Zola Magyarországról kapott leveleiről beszélt. Eredeti leveleket hoztam magammal, amelyek abból a szempontból érdekesek, hogy milyen módon közelítenek Zolához. Mennyire szerették, mennyire csodálták, mennyire felnéztek rá a magyarok is. Az előadáson ezeket az eredeti kéziratokat is bemutatom. Közoktatási dolgozókat, tanárokat és PhD hallgatókat tömörítő 60 fős ukrán delegáció előtt írt alá együttműködési megállapodást a Debreceni Egyetem, a Kárpátaljai Pedagógus Továbbképző Intézettel, valamint az Ukrán Nemzeti Pedagógiai Akadémia Innováció és Menedzsment Egyetemével. Az egyesség révén olyan Kárpát-medencei oktatási tér jöhet létre, amely segíti a közös munkát, mind a képzés, mind a mobilitás, valamint a közös kutatási programok során. Az együttműködés keretében képzésekben vesznek részt kölcsönösen a hallgatók és oktatók, mobilitási programokat valósítunk meg, közös kutatási projekteket indítunk, közös konferenciákat, rendezvényeket szervezünk a határ két oldalán, és próbáljuk átadni egymásnak az ukrajnai és a magyar felsőoktatás és közoktatás továbbképzés tapasztalatait. Átfogó sportegészségügyi vizsgálatokon vettek részt a DVSC labdarúgói a Debreceni Egyetem Sportdiagnosztikai Életmód és Terápiás Központjában. A modern, tudományosan megalapozott módszerekkel időben felismerhetőek a sportolókat gyakran veszélyeztető elváltozások, legyen szó ízületi, vérkeringési vagy légzőszervi problémáról. Az eredmények birtokában a Loki hatékonyabb edzéstervvel készülhet az új szezonra. Én nagyon örülök és nagyon büszke vagyok rá, hogy Debrecenben egy ilyen sporttudományos központ létrejött, mert ez nagyban tudja segíteni a edzők, illetve hát a sportolóknak a tevékenységét is, hiszen itt a játékosoknak nem csak a testösszetétel, de megmutatja különféle terhelési zónákat, hogy melyik tartományban legjobb a játékosnak a regenerációja, melyik tartományban legjobb az állóképesség fejlesztése, melyik tartományban savasodik, és így sokkal jobban, könnyebben tervezhető a napi edzés munka. Megkezdődött a jegyárusítás a Debreceni Egyetem 2017-es stadionsójára, a UDA-re. Az intézmény idei stadionos tanévnyitójára a UDA.hu oldalon lehet megvásárolni a jegyeket. Egyetemi dolgozóknak, hallgatóknak és alumni tagoknak 90%-kal kedvezőbb 390 forint a belépő. A diákok saját jegyük mellett további kettő, míg a dolgozók, illetve az alumni tagok három fő számára igényelhetnek jegyet egyetemi áron. A tavalyi első tanévindító eseményre mintegy 20 ezeren voltak kíváncsiak, és előreláthatóan idén is meg fogják tölteni az érdeklődők a Nagyerdei stadiont. Az egyetemi közösség egységét és összetartozását szimbolizáló, országosan egyedülálló eseményt idén szeptember 27-én rendezik meg a Nagyerdei stadionban. Állatsimogatóval, egészségügyi szűrésekkel, kézműves foglalkozásokkal és főzőversennyel várta idén az egyetemváros polgárait a Nagyerdei stadion szomszédságában a derbi. Több mint 5500 egyetemi polgár töltötte meg június 9-én a Nagyerdei stadion környékét. Az előző évi nagy sikernek köszönhetően újra megrendezték a Debreceni Egyetem dolgozói napját, melyre ezúttal 20%-kal többen regisztráltak. Minden korosztálynak kedvezve számos kézműves és egészségmegőrző standot alakítottak ki a szervezők a stadion körül, de a versenyekből sem volt hiány. Készültünk sportversenyekkel, vannak kifejezetten versenyek, úgy mint a lábtengó vagy csocsó, sakk, amire lehetett jelentkezni, kosárlabda, streetball.
különböző extrém játékokat is hoztunk, úgy mint a zorbot ki lehet próbálni, szegvét ki lehet próbálni, és hát az óriás csocsóban emberek a bábuk, úgyhogy ez is egy különlegesség a tavalyi évhez képest. Amit megtartottunk tavaly, népszerűek voltak az egészségügyi szűrések, most is lehet vérnyomást, vércukorszintet mérni. A legnépszerűbb programnak idén is a főzőverseny bizonyult, amelyre a legtitkosabb receptjeiket hozták el az egyetemváros lakói. A közös élményszerzésen túl ugyanis mindenkit egy cél vezérelt, hogy a zsűri az ő bográcsos fogásokat ítélje a legjobbnak. Előző évben helyezést nem sikerült elérnünk, úgyhogy most teljes erőbedobással arra készülünk, hogy valami komoly helyezést hozunk el. Szabad kérdezni, mi a recept? Igen, a recept az titkos, de akkor most már nyilvánosan elárulhatom, hogy betyárlevest főzünk gazdagon, és cipóban kínálva. Most egy csorbát, egy erdélyi csorbalevest fogunk főzni. Ez egy olyan csorba, ami meg fog állni a kanál, vagy egy olyan leves, ami meg fog állni a kanál, legalábbis úgy tervezzük. Úgyhogy ez egy ilyen savanykás, kicsit nyárias, egy gulyásféle gyakorlatilag, ami van egy savanykás habarás. A szervezők a felnőttek mellett a fiatalokat is színes programokkal várták. A nap folyamán az ugráló várat látogatták a legtöbben, de a kézműves foglalkozások is sok gyermeket vonzottak. Megyünk már ugráló várazni, és még ott leszünk a csoki gyulmán, mama beíratott rá, amit utána meg lehet enni. Ennyit szeretnék. Az árnyékban ilyen ehető kézműves csokoládé szobrokat készíthetett minden érdeklődő, és Hubának, a terápiás kutyának is bőven kijutott a simogatásból. A hölgyek számára külön sminksátorral, valamint masszázsarokkal készültek a szervezők, ahol kicsit megfeledkezhettek a dolgos hétköznapokról. A napot Dombóvári István stand-up előadása majd egy utcabál zárta. Történetének legeredményesebb évét zárta a Debreceni Egyetem atlétikai klubja a 2016-2017-es bajnoki szezonban. A DEAC több csapata is már az élvonalban versenyezhet a következő évadban. Közel 150 sportoló, edző, szakosztályvezető is meghívott vendég ünnepelte az egyetemi sport újjászületését, és a több sportágban is sikeres bajnoki szezont a Debreceni Egyetem Atlétikai Klub első évadzáró rendezvényén. A több mint 1000 igazolt versenyzőt jegyző DEAC szisztematikusan felújított piramis rendszerével és országosan egyedülálló mentorprogramjával minta lehet a hazai felsőoktatási intézmények számára. Szeretnénk egy kicsit példát mutatni az országban is a felsőoktatási intézmények között, hogy legalább a nagyok próbáljanak komolyan foglalkozni a sporttal, hiszen ez egy közösségszervező erő, egy olyan felület, ami összeköt mindenkit szakmájától függetlenül, hogy most ő orvosnak, agrármérnöknek, építészmérnöknek, vagy bárminek tanul, vagy bármivel foglalkozik az életbe. Ez egy olyan dolog, ami mindenki számára közös, és hát azt hiszem, hogy ebben jó úton járunk. Az egyetemi klub 16 szakosztályának együttesei kiemelkedően sikeres évet zártak, különösen a kosárlabda, a futszál, a kézilabda és a labdarúgó csapatok. Egy emberként hördült fel június 3-án az Alá Gábor utcai sportcsarnok közönsége, amikor a bíró lefújta a férfi kosárlabda NB1B döntőjének második mérkőzését. A DEAC és a Veszprém csapatának találkozója történelmi jelentőségű volt, hiszen a győzelemmel a debreceniek feljutottak az A csoportba, ezzel hosszú évek után újra élvonalbeli kosárlabda csapata lett a Cívisvárosnak. Egy nagyon népszerű sportágról beszélünk, ami a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején már-már a bajnoki cím közelében jár, de akkor sajnos a vezetés nem mérte fel elég jól a gazdasági viszonyokat, és egy csőd következett be. Ennek már majdnem 10 éve, de egy alapos építkezéssel, elsősorban a Debreceni Egyetem segítségével sikerült újra első osztályú kosárlabda csapatot úgymond összehoznunk. Nem csak a kosarasok, de a kézilabdázók is brillíroztak az előző szezonban. A DEAC férfi kézilabda csapatának több évtizedes álma vált valóra. A DEAC megnyert az MB2 észak-keleti bajnoki szakaszát, és létjogosultságot szerzett a másodosztályban való szereplésre. Ez a DEAC történetében még soha nem állt fönn. Nyilvánvaló nem egy olyan országos eredmény, de mint egyetemi kézilabda, illetve egyetemi klub eredmény komoly szintet jelent.
Így örültek a győzelemnek Szigetszentmiklóson a Deac férfi futszál csapatának játékosai az NB2 keleti csoportjának döntőjén. Az együttes a következő szezont már az élvonalban kezdheti meg. Ha lehetne ilyet kívánni, akkor a csont nélküli, tehát biztos bennmaradást tűznénk ki. Az azt jelenti, hogy 8. helyet meg tudsz elni az NB1-ben, illetve a vágyálom kategória, amit úgy gondolom, hogy nagy szerencsével, de talán el lehet érni, az az, hogy a Magyar Kupában a Final Four-ba bejussunk, nehogy Isten, rendezzünk is, ha már lehet nagyot kívánni. A Deac labdarúgó csapata is kiválóan zárta az évet. A Gárda ugyanis megnyerte a Megye 1-es bajnokságot, így a fiúk feljutottak az NB3-ba. A Deacnak, illetve a Debrecen Egyetemnek kiemelkedően sikeres éve volt. Ez azt gondolom a hosszú évek óta tartó koncepcionális munka, illetve tudatos tervező munka mind az egyetem vezetése, mind a szakosztályok felől. A labdarúgó szakosztály legnagyobb sikere azt gondolom, hogy megnyertük a megye első osztályú bajnokságot, majd utána a Körmend ellen a rájátszást is. Emellett azt gondolom, hogy kiemelkedő az a háttérmunka, ami az utánpótlásunkban zajlik, amelynek hatására az idén már 4 csapatunk az NB3-as utánpótlásban szerepelt, és bőven meg is állták a helyüket. Az évad zárón Jávor András, a Deac elnöke hangsúlyozta, ezek a sikerek azt bizonyítják, hogy az egyetemi és a hazai sport viszonylatában is kiváló munka folyik a Debreceni Egyetem sportklubjában. A vezetőség legfontosabb célja a jövőben, hogy ezt a minőségi munkát tovább fejlesszék. Deac fejlődésébe kételem. Kifejezetten működni fog, az egyik az egyetem és az egyetemista szellemiség fenntartása, a másik pedig a minőség és az eredmények további javítása. Ez a kettő mindenképp, és akkor még azt is szeretnénk, hogyha növekedne a sportolók száma, az igazolt sportolók száma. A rendezvényen a 2016-17-es bajnoki szezon kiválóságait is díjazták. Az év edzője az évek óta a Deac foci csapatának kötelékében dolgozó Sáfár László lett. Az év játékosa címet Molnár András kosárlabdázó érdemelte ki. Az év fiatal tehetsége díjat pedig Muca Norbert, a kézilabda csapat átlövője vihette haza. Az év meglepetése címet a férfi futszál szakosztály kapta, az év szakosztálya pedig a Deac kosárlabda csapata lett. Király, Szécsi, Szuper és Hoffmann. A magyar sport nemzetközileg is elismert, legendás hálóőrei avattak be a kiváló kapusok titkába a Debreceni Egyetem első közös kapusedzői konferenciáján. Hazánkban ezelőtt még soha nem rendeztek ilyen tematikájú sportágakon átívelő tanácskozást. Minden bizonnyal nem csak a sportkedvelő nézőink emlékeznek Király Gábor tavalyi legendás vetődésére, amely az Európa-bajnokságon egy belga lövést hárított el a magyar kaputól. A mackó nadrágos hálóőr ezzel a mutatvánnyal az UEFA közönség szavazásán kiérdemelte az év védése címet is. Az évtized legjobb magyar kapusa mellett a vízilabda, a kézilabda és a jégkorong sportágak kiválóságai is bemutatták saját sportjuk jellegzetességeit a Debreceni Egyetem első kapusedzői konferenciáján júniusban. Bár Magyarországon ezelőtt még sohasem rendeztek ehhez fogható tanácskozást, az intézményben a rendezvény nem számít példanélkülinek. Az egyetemnek az a feladata, hogy felületet biztosítson ahhoz, hogy a tudás a társadalomban egyik helyről a másikra eljusson, és ez nem feltétlenül csak a felsőoktatási képzéseket, a reguláris képzéseket jelenti, hanem amellett olyan eseményeket is, mint például ez a mai, amikor különböző sportágak, meghatározó kapusai, úgymond sztárjai elméletben is el tudják mondani a tapasztalataikat, a szakmai tudásukat, és átadni azoknak, akik erre kíváncsiak. A konferenciát szervező Sporttudományi Koordinációs Intézet munkatársai folyamatosan azon dolgoznak, hogy olyan kutatásokat, képzéseket és programokat indítsanak, amelyek a magyar sport fejlődését szolgálják. Balogh László az intézet vezetője szerint fontos, hogy a magyar sportélet kiválóságaival, a játékosok technikáival és felfogásával minél több fiatal kapusedző és hálóőr megismerkedjen. A magyar kapusképzés az összes labdajátékban, ahol ugye kapus van, az Európa hírű. Bár ha csak a mostani elődnökre gondolunk, Hoffmann Lászlóra, aki ugye olimpián negyedik, VB-n ezüstérmes volt, szuperlevente NHL-ben védett a divízióba, vagy hát ugye az elit csoportban, mint jégkoron kapus, ugye a Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok, a Király Gábor kiváló kapus Bundesligában, angol bajnokságban, ugye a magyar foci sajátosság beredően nem tudunk olyanokat mondani, hogy olimpiai vagy világbajnok.
és ők egy több évtizedes csodálatos kapus kultúrának és kapus képzésnek a csúnya szóval a termékei. A rendezvény legfontosabb célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a magyar kapusképzés sikereire, és elindítson egy közös gondolkodásmódot a sportágok sajátságainak és meccés pontjainak szakmai elemzése mellett. Mindannyian tudjuk, hogy a kapus egy a csapatsportágokban a legfontosabb poszt. Azt előre elárulhatom, hogy azt is hát kutatások bizonyítják, hogy közvetlenül összefüggés van a csapat eredményesség és a kapus teljesítmények között, és ennek ellenére hát meglepetés, hogy ezzel a poszttal nagyon keveset foglalkoznak. Erőnlét, gyorsaság, lobbanékonyság és kitartás. Ezek a jó jégkoron kapusok legfőbb ismertető jelei a csaknem százszoros magyar válogatott Szuper Levente szerint. A legfontosabb az, hogy minden egyes szituációban legyen az edzés vagy mérkőzés, legalábbis én így éreztem magamon, hogy én így fejlődtem, hogy én nagyon nem szerettem, hogyha a játékszer mögöttem volt és benne volt a kapuba, de még edzés szinten sem. Tehát én úgy mentem neki minden edzésnek, és ez most tényleg túlzás nélkül, hogy én a lövések 100%-át hatástalanítani akartam. Tehát engem borzasztóan idegesített az, amikor alattam, fölöttem, mellettem elment a korong, és ki kellett szedni a kapuból. A labdarúgó kapus szakma sajátosságairól Király Gábor tartott előadást, aki tudását jelenleg a fiatal generáció fejlesztésére fordítja az általa alapított kapusiskolában. Számomra mindig az a fontos, hogy alázat legyen. Tehát ez a legfontosabb, hiszen alázat nélkül nincs munka. Hiába vagy tehetséges, ha egyszerűen nem jársz edzésre, akkor nem lehet csinálni semmit. Én mindenképpen ebben látom a legfőbb dolgot. Nagyon sok lelkes, nagyon sok tanulni vágyó gyerek van, akik járnak edzésre, akik akarnak kapusok lenni. Azok közül kell kiválasztani, akiket feljebb tudunk segíteni. A szervezők remélik, hogy a találkozó gondolatébresztőként szolgálhat a különböző sportágak képviselői számára, és megismerve egymás technikáit, akár új módszerek kidolgozására is sarkalhatja a szakembereket a magyar sportoktatás fejlesztése érdekében. Több száz kisdiák részvételével elevenedett meg a történelmi Magyarország képe, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló gimnáziuma is általános iskolájának udvarán. A különleges flashmob apropóját a Nemzeti Összetartozás napja adta. 1920. június 4-én írták alá a Versailles Nagy Trianon palotában azt a békediktátumot, amely területe kétharmadával megcsonkította a történelmi Magyarországot. 2010 óta ez a nap a Nemzeti Összetartozás napja, amikor országszerte megemlékezéseket szerveznek, idén a Debreceni Egyetem Kossuth gyakorlója is csatlakozott. Gyakorlatilag 2010 óta emlékezünk meg az 1920-as döntésről. Mi iskolai intézményi szinten, összevont intézményi szinten két éve emlékezünk meg, tehát most ez lesz a második évünk itt a Kiskossuth udvarán, ahol az alsósok zömében szerepelnek majd, amit majd megnéznek, egy nagy térképet, Nagy Magyarország térképet látnak. Amint egy 700 lelkes résztvevő együtt énekelt és közös koreográfiával mutatta be a hazai és a határon túl élő magyarság néphagyományait, népzenéjét, valamint ehhez kapcsolódó játékait, szokásait. A szervező pedagógusok célja az volt, hogy érzelmileg hasson a gyerekekre ennek a napnak a szellemisége. A magyarok együtt vannak, ilyenkor minden magyar hallja és érzi is, hogy ők is ide tartoznak a Magyarországhoz, és nem külföldhöz. A program végén a házigazda kiskossuthosok az Arany János téri általános iskolásokkal és a Csengő utcai gimnazistákkal közösen énekelték el az Ismerős arcok nélküle című dalát, miközben az 1920-ban elcsatolt magyar lakta területek szimbolikusan visszatértek az iskolaudvarra felrajzolt egykori Magyarország térképére. Önök a Díszudvar júniusi adását látták. Magazinunk nyáron sem szünetel, ezért a legfontosabb egyetemi hírekkel egy hónap múlva ismét várom majd Önöket. Addig is találkozunk a Campus Fesztivál egyetemtér program helyszínén, ahol többek között legális pénzmosással, könyvszelfi készítéssel és olasz zamatokkal is várják a látogatókat már a nulladik naptól a megszokott helyen, a főbejárat közelében. A fesztivál helyszín eseményeiről mi is beszámolunk majd. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!